Egy 8-0-ás rohammal kezdte a mérkőzést az NKS, aztán egyenlítettek a vendégek, sőt, a negyedet is megnyerték egy ponttal. A második 10 perc is a Szegedé volt olyannyira, hogy 11 pontot vertek a hazaiakra, akiknél több fiatal is a háromnapos kadett B-döntő meccsének a fáradtságával a lábában lépett pályára. A fordulás után faragott hátrányából Falkasinszky Gyuláné együttese, amely a záró negyednek 6 pontos hátrányból vágott neki. Az utolsó szakaszban mindent megpróbáltak a nyíregyháziak, de fordítaniuk nem sikerült, így a Szeged 2 győzelemmel szerezte meg a bronzérmet. Valami szinten nem találtuk ott az elején a ritmust, tehát se a támadásban, se a védekezésben. Ugye, ami az előző fordulóban működött a Szegeden, hogy emberfogásra védekeztünk, az most pontosan az nem jött össze. Amikor beálltunk egy 3-2 zóna védekezésre, azzal tudtuk megfogni is igazából a Szegedet, és akkor tudtunk egy helyek közeleg ára visszajönni, csak ugye el kellett kezdenünk a fiatalokat becserélni, akik tényleg nagyon tehetségesek, tényleg nagyon ügyesek. Hát, ugye, volt. Ebben a szituációban ugye egy rutinos csapat ellen kellett játszanunk, és sok esetben pontosan elelvítük magunkat palánk alatt, vagy nem értünk ki arra a dobásra, vagy éppen beüttük abba a csapdahelyzetbe, ahol nem lett volna szabad bevinni a labdát. Hiába szereztünk előtte meg, ugyanúgy az ütemben szinte el is adtuk a labdákat. Én úgy gondolom, hogy küzdöttünk, hajtottunk, mindent megpróbáltunk megtenni a győzelemért, per pillanat, ez most erre volt elég. A tavalyi második hely után így a negyedik helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. A csapat legrutinosabb játékosa, Farkasinszky Orsolya szerint a körülmények ismeretében elégedettek lehetnek a szereplésükkel. A bajnokságban valóban a negyedik helyet értük el, emellett azért ebben az évben van egy hepkupa második helyezettünk is, vagy helyezésünk is, ami azért azt gondolom, hogy nagy dolog. Ha valaki a bajnokság elején ezt mondja, hogy egy ilyen fiatal csapattal ilyen helyen végezhetünk, akkor én azt gondolom, hogy ebbe végülis belementünk volna. Nyilván így, hogy itt voltunk a döntőkapujában, illetve a harmadik helyért vívott csatában is, így kicsit feljó azért ez a dolog. De ha az elmúlt éveket tekintjük, akkor én mióta hazajöttem például az A csoportból, az 5 éve volt, azóta mindig legjobb 8-ban voltunk, ebből egyszer voltunk 5-ek, a többi kétszer 4-ek, egyszer 3-ok, egyszer 2-ok. Tehát ha így nézzük, akkor nem olyan vészes azért ez az eredmény, azt gondolom. A nyíregyházi csapat felnőttkorú játékosai számára befejeződött a szezon, kivéve Papp Klaudiát, aki a felnőtt B33-as válogatottal készül a júniusi kínai világbajnokságra. Az irányítóhoz kapcsolódó hír, hogy a korábbi terveivel ellentétben jelen állás szerint a következő szezonban is az NKS színeiben játszik majd.